tessék! Hát itt vagyunk is jól, te is én is. Utóbb persze meg fogunk halni, s minden bizonnyal másutt te is én is. Nagyon régóta tervezgetem, hogy szülessen egy ilyen lírai hangulatú, ennyire érzékeny előadás, és bekerülhessen az Arany Szamár Színház repertoáriába, mint különleges új produkció. Ráadásul a korosztályt is szeretnénk kitolni ezzel a produkcióval, hiszen én azt gondolom, hogy az elfogadás, az érzékenyítés, az nem korosztályfüggő. Simogassuk egymást, mi neked a... Mi? Nekem a szépség egy kidolgozó szobor, olyan pontos, akár Leonardo. Ez az. Az előadásban próbáltuk az emberi érzékenységet tematizálni, ez jelenik meg a kiválasztott verseknél, valamint nagyon sokat merítettünk a Szarkalábbanda tagjaiból, hiszen az ő személyiségük kapott szerepet néhol elemelt, valahol stilizált, szimbolikus formában. Szerintem a szépség az, amikor nyílik a virág tavasszal, vagy amikor egy cica bundáját simogatom. Tehát a legeslegszebb, amikor nyíló virágok illatában egy cica bundáját simogatom. Jó, fordulsz tovább. Nekem a szépség egy kidolgozó szobor, olyan pontos, akár Leonardo. Már akkor, amikor mi erről e-mailben információt kaptunk, hogy lesz egy ilyen lehetőség, én már akkor magamban erre igent mondtam. Tán idővel jött az info, hogy abban gondolkodnak Gyöngyék, hogy ez egy olyan produkció lenne, melyben mi is részt veszünk, és nem csak zenei szempontból. Az együtt próbálás, az együtt dolgozás életre nevel, és én nagyon szeretem ezeket a tevékenységeket. Az én életemben egyébként is van ilyen, ami kitartásra nevel, életre nevel, egymásra figyelésre ösztönöz. Jó. Tisztafény. Jó? Tisztafény. Azaz. Ez az. Megvan. Ezt tartsd meg. Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak. Hogy akik nem láttak, azok lássanak, és akik láttak, azok maguk. A versek kiválasztása az parádés, tehát az egyik vers jobb, mint a másik. Hagyj kibontakozni, ugyanazt a hangulatot hozhatom ki magamból, amelyeket a táncházakban is. Ez a munka számomra hatalmas élmény, tanulást jelent a nem látókról és magamról egyaránt, illetve figyelmet, jó leső lelassulást, és ami talán az egyik legfontosabb, hogy a humor az mennyi mindenen át tudja segíteni az embert. Az előadásban szerepel két látószínész, az ő karakterük is kettős, hiszen azzal az alapvető fiziológiai ténnyel, hogy ők látnak, a többiek pedig nem, kialakulhat egy aláfölé rendeltségi viszony, így akarva akaratlanul kicsit transzcendensé válik az ő létezésük a színpadon. Ezt az is megerősíti, hogy tőlük hangoznak el a bibliai idézetek. A szövegkönyv születése során egyaránt támaszkodtunk azokra a versekre, amelyeket a csapat albumán már feldolgoztak, illetve kortárs költöktől válogattunk hozzá anyagokat, illetve helyet kaptak azok a mondatok is, amelyek a közös workshopok során a különböző játékok alatt ők maguk mondtak. Már az első pillanattól kezdve nagyon izgatott lettem, amikor fölkértek erre a munkára. Teljesen új kihívások elé állított ez a feladat, más, mint az eddigi színházi munkáim. Örömmel és lelkesedéssel vágtam bele. Mivel ez egy különleges egyvelege a színháznak és a koncertnek, így egyszerre kellett belebújnom egy alkalmazott zeneszerző és egy láthatatlan zenekaritok bőrébe. Úgy kellett tovább bírnom a Szarkaláb zenekar világát, ami következik az előző évekből, de ami új szint is hoz az előzőekhez képest. Szeretek új emberekkel megismerkedni, nagyon tudnak inspirálni az új találkozások, és nagy élmény volt együtt dolgozni, részt venni ebben a közös szellemi munkában. Úgy érzem, hamar és könnyen egymásra hangolódtunk. Különleges érzés volt, és mégis nagyon ismerős, amikor velük dolgoztam, hiszen
A zene megfoghatatlansága és befelé fordító ereje ugyanúgy jelen van mindannyiunk életében. A zenei próbák, a betanulás folyamata zajlott csak máshogy, hiszen egész mások az eszközök, mint egy látó emberekből álló zenekar esetében. Teljesen másképp kellett gondolkodnom, tulajdonképpen mindenben. Mivel, hogy nem tudtam megmutatni semmilyen mozdulatot, ezért igazából belülről, érzésekből és adottságokból kellett építkeznem, ezekből kellett komponálnom úgy a mozdulatokat, hogy azok természetesek legyenek a szereplők számára. Legfeljebb egy nagyon picikét tudtam fizikailag kívülről hangsúlyozni a mozdulatokat. A szeretet által, amivel ezen a produkción mindannyian dolgozunk, sokan mások, tehát a nézők is, közelebb kerülnek majd a számukra láthatatlan érzéseikhez, olyan lelki tartományaikhoz, amiket eddig nem fedeztek fel esetleg, függetlenül attól, hogy épp vakok vagy látók. A beszélő díszletek Majoros Gyula munkáit dicsérik. Az előadásban mindenkinek van egy fája, ami leginkább összefoglalja, megjeleníti, tapinthatóvá teszi őt, a személyiségét, a karakterét a nézők számára. Ez az organikus létezés teszi lehetővé, hogy látás nélkül is kommunikálhassanak. És ami még meghatározóbb ebben az állapotban, a zene összetartó ereje. Legyél az álom, legyek a láb és legyél a lábnyom, legyél a foglalat, legyek a lámpa, legyél a gyertya, legyek a lángja, legyél az... Nagyon fontosnak tartom azt a fajta nem tolakodó, reményeim szerint műfajteremtő, a színház és a koncert határán táncoló szemléletformálást, amire azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van. Mert társadalmunk még korán sem érett az elfogadásra. Tanulnunk kell egymástól, tanulnunk kell egymásról. Nekünk pedig gyerekszínház csinálóknak feladata, hogy a jövő társadalma olyan lesz, amilyennek a gyermekeinket neveljük. Legyél a gyertya, legyek a lángja, legyél az avó, legyek az álom, legyél a láb és legyek a lábnyom.